Sziasztok! Ebben a videóban a Spread Players parancsot fogjuk megtanulni. Per. Hát írjuk be, hogy per. Kérdőjel. Spread Players. Ez a parancs azt tudja, hogy elszórja a játékosokat véletlenszerűen. Ezt használtam. Ezt lehet használni random jelgenerátorokhoz, vagy esetleg csak az agarióhoz is használtam, hogy elszórja a játékosokat. Levélből léptettem. Nem tudom miért, annak szép, hogy így mozog most ebbe a textúrába. De ez egy shader textúra akar lenni. Na, kezdjünk neki. Először is kell az, hogy spread players, aztán XZ, aztán szórási távolság, max távolság, csapat szerint true false, és a játékos. Ide entitást is meg lehet adni. Most elszóltam egy pár páncélállványt, őket fogom ide behozni. Te mi vagy, te klón? Ja, te a klón vagy, a klón parancsból még megmaradtál. Sajnos az XZ koordinátát nem lehet kitabozni, hiába spread players, hiába tapozgatok itt akármit, nem engedi. Ezért én úgy szoktam ezt megadni, egy set block. Így. Paper. Spread players. Ctrl V. Szólási távolság. Minden kötelezőt benne megadni. Ide is vakhatja, vagyis nulla. Azért nem kell Y-koordinát, mert automatikusan a legmagasabb pontra rakja. Aztán max távolság. Ennyi legyen. Ez itt egy, két, három blokk. Csapat szerint, most nincs egy csapatok, nem is fogok itt hülyéskedni. Ezt majd a scoreboardnál fogjuk tanulni, hogy mi az a csapat, hogy lehet csapatokat létrehozni. Kukukat. Ok, mindjárt jövök egy kukat. Igen. Kukat, Ez majd a selectornál fogjuk tanulni, hogy kukac E, kukac P, kukac A, minden, ezt majd azt tesz. Hát a kukac az ugye az, hogy hát ugye az összes entitást. Ide én most megadom, hogy csak az almostendeket. Egy kicsit most előre tanulunk. Arf, morf. Nem, de nagyja kell almostend. És elszórta őket. Átlagosan a játékosok közötti távolság 0,66 blokk egy ismétlés után. Látjuk, így elszórta őket. Ezt mutatom még egyszer, akkor máshogy fognak, teljesen random. Na, látjátok, hogy ez teljesen random. Szóval ez így egyszerű. Aztán... Hát szóval ennyi lett volna ez a parancs tutorial. Mit mutassak még? Ja, az, ahol levegő van, oda nem tudja rakni. Nem mutatom inkább itt. Beszólom őket. Nem, így beszólom őket. Úgy, te meghalsz. Te is meghalsz. Te is meghalsz. Csinálok ide most egy nagy görövet. Csak ez itt nulla. Máig van kettős pont. Ups, ezek kizuhantak. Mindjárt leszpannoltatok pár újat. Egy kis vágás. Az a felirat, hogy is ott lent az a textúra része. Mindjárt följebb megyek, hogy látszódjon. Eredeti ég. Ott volna, hogy original, csak az most nincs ott. Válj tőle, és akkor for modern HD, oké. Szóval ez a felület is a textúra része. Hol a napocska? Hé, ezt teleszpannolták a szörnyek, eddig nem is voltak szörnyek. Na jó. Akkor egy spread players. Látszik, most már ide nem rakja. Ide nem tudja rakni. Ide megcsinálni a random jelgenerátort. Ennyi szóval. Hát ennyi lett volna a Spread Players parancs, én Chris MC voltam.